Püspökladányi úton a volt Fehér Holló épületében alakítja ki óvodáját a karcagi református egyházközség. A részletekről Koncz Tibor Esperest kérdeztük. 2,5 évvel ezelőtt a kormány által biztosított országos óvodai programhoz jelentkezett az egyház, és bejelentette igényét, hogy szeretne egy óvodát, ami régi vágyuk, elképzelésük volt. Támogatta őket a zsinati irányítás és az egyházkerület is. A régi Fehér Holló épületénél vagyunk. Sok minden miatt nevezetes ez az épület, és az egyik szívfájdalma volt nagyon sokaknak szerintem ebben a városban, hogy nem nagyon látták ennek a szép központi elhelyezkedésű, fekvésű épületnek a jövőjét. Ebbe léptünk mi bele egy olyan 2-2,5 évvel ezelőtt, amikor a kormány által biztosított óvodaprogram, országos óvodaprogram dolgában a református egyház keretén belül mi jelentkeztünk és bejelentettük igényünket, hogy szeretnénk egy óvodát. Ez már régi vágyunk volt, régi elképzelésünk, és ebben maximálisan partner volt a zsinati irányítás és az egyházkerületünk is. És azért néztük ki ezt a helyet magunknak, mert ez van a legközelebb az iskola rendszerünkhöz. És egy 3 csoportos óvodának a kiépítése folyik, tehát nyilván egy olyan funkciót, amit eredetileg ez az épület jelentett, értve ez alatt a magát a szállodát, vagy később az átalakításokkal az étterem, a szolgáltató részek, ezeket mindet föl kellett számolni. Tehát most belülről nem tudunk most bemenni, de egy teljes, abszolút leamortizálása fog történni az épületnek, egy teljes kiürítése kvázi, és az alapokról szó szerint új alapokkal lesz kialakítva a mai 21. századnak megfelelő, és még azt kell, hogy mondjam, hogy a magunk is plusz igényeit is megmutató óvodai épület. Itt a külső részen pedig lesz egyrészt játszótér, meg parkoló, tehát egy nagyon komoly átalakítás lesz. Ennek a várható befejezése az augusztus közepe, tehát mi szeptember 1-től itt 3 csoporttal szeretnénk elindulni, hogyha a kedves szülők is ebben támogatnak, és úgy látom, hogy ezzel nem lesz gond, tehát megvan a csapat, megvannak az óvodapedagógusok, megvannak a jelöltjeink a Dajka állásokra, úgyhogy szerintem minden, ha Jóisten megtart bennünket, akkor minden adott lesz, hogy egy szép óvodával bővüljön a városi paletta. Átalakítás után rá sem lehet majd ismerni belülről az épületre, szögezte le Koncz Tibor, ismerve a terveket. Ahogy mondtam, itt minden új. Ez azt jelenti, hogy például az a nagy, hatalmas terem, egyik fájdalmam, az abszolút föl lesz áldozva, ott 2 csoportszobát alakítunk ki, vizes blokkokkal, meg öltözőkkel, tehát ahogy elképzeli, vagy emlékeiben fölidézi valaki, hogy hogyan nézett ki, hogyan nézhetett ki, vagy milyen módon lehet ezt most átalakítani, akkor annak hadd mondjam, hogy egészen másképp fog kinézni, tehát minden föl lesz, ki vannak verve, a tervek alapján ki lesznek verve, falak, át lesznek alakítva a statikus elemek, tehát egészen másképp fog kinézni. Ugye nekünk tulajdonképpen van egy csomó olyan hely, amit nem is tudunk most még egyelőre hasznosítani, nyilván hosszú távú terveink vannak vele, tehát ezt az épületet, amikor megvásároltuk, ez ugye 2 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest kell, hogy mondjam, az én gondolatom is már vagy 3-szor vagy 4-szer átformálódott, és még ahogy én elképzeltem 2 évvel ezelőtt, ahhoz képest is óriási változás van. A sarki lakás tulajdonosával is felvette az egyháza kapcsolatot, és a biztató jelek arra utalnak, tudnak tárgyalni erről is, ami szintén egy hosszú távú program része lesz majd. Nem tartozik hozzánk, de természetesen szeretnénk, hogyha hozzánk tartozna, és a tulajdonossal már kapcsolatban vagyunk, és biztató jelek utalnak arra, hogy tudunk majd tárgyalni erről. Ez egy hosszú távú program része lesz. Az én gondolatomban, a mi gondolatainkban az is benne van, hogy ez az épület a mögötte lévő telekkel, illetve ennek a bizonyos óvoda épületnek a felső szintje együtt
kiegészítve egymást, akár egy új funkciót is biztosíthatnak. Úgyhogy nem ugrunk el a feladat elől, és ezt lehetőségnek látjuk, és örülök annak, hogy ilyen mikroklímában és makroklímában vagyunk, értve ez alatt, hogy a városi, meg az országos szinten is, hogy lehet tervezni, és nem az összezsugorodásnak és a kisebbé válásnak az időszaka van, amellett, hogy ebben a covidos korszakban, a pandémia idejében természetesen óvatosabbak vagyunk, de természetes, hogy gondolataink, terveink vannak, és a lehetőségek pedig adottak hozzá. Az óvodaépület felső szintjével együtt kiegészítve egymást, akár egy új funkciót is biztosíthatnak majd a jövőben.